most kitárjuk. Ott ad Jézus, veled járjuk. Kérünk mélyen, belevésed, szíveinkbe szenvedésed. Mindnyájan járjuk a magunk keresztútját az életben. Olykor könnyebben haladunk rajta, máskor nehezebben. Olykor a magunk keresztjét hordozva, máskor másokért. Olykor a magunk ácsolta keresztet, máskor a mások által ránk helyezettet. Ebben az órában mindent félretéve gondolatban követjük Jézust az ő szenvedésének kiteljesedése útján. Merjünk szívünk, lelkünk mélyére tekinteni, és igazán engedni, hogy Jézus keresztútján való létünk segítsen megérteni a mindennapi kisebb-nagyobb szenvedéseinket. Sokszor önmagunkat, embertársainkat, s legyen erőnk tovább lépni az úton, akkor is, ha olykor elbotlunk. Ebben segítsen minket az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen. Álhagyékos nagy ítélet, rajtunk immár igaz vérhet. Valahányszor szavam vétett, Pilátosat lettem néked. Első állomás. Jézust halálra ítélik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Olyan egyszerű kimondani. Pilátus elítéli Jézust. Mi minden van ebben az ítéletben? Pilátus nem is ismeri Jézust. Fél, mert a főpapok megfenyegetik, hogy ha nem ítéli el, akkor őt fogják feljelenteni a császárnál. Pilátus próbálja menteni Jézust. Kezet is mos, kifejezvén azt, hogy ő ebben az ítélethozatalban ártatlan, mások kényszerítik. Sokszor mi is korlátok közé vagyunk szorítva, olykor kényszerpályán mozgunk. Két tűz között őrlődünk és alkodozunk, ezt már megteltem, és mindannyiszor felmentjük önmagunkat, nem tudtam másként tenni. Add Jézusom, hogy tőle tanuljak, és ne akarjak megalkudni az emberileg talán jónak tűnő helyzettel, ha az nem a te akaratod szerint van. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Itt van már a keresztfája, hurcolnod kell Golgotára. Uram, én meg puhán restül, vonakodom a keresztül. Második állomás.
Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Jézus vállán a kereszttel elindul. Nem alkudozik, hogy csak a kereszt egyik felét viszi, hanem mindent vállal. Nem csak a neki szimpatikus emberekért adja az életét, hanem minden emberért meg akar menteni kereszt halála által az örök kárhozattól. Mi sokszor feladnánk. Többször érezzük úgy, hogy Isten erőnkön felül látogat meg bennünket, és már annyi gondunk, problémánk van, hogy nem bírjuk az élet terhét hordozni. Nehéz családban élni, nehéz egyedül élni, nehéz körülményeim mindig visszahúznak. Forduljak Jézushoz, és merjem megköszönni neki, hogy vele együtt hordozhatom az élet terheit, magam is vállalhatok áldozatokat, és én is tehetek valamit saját üdvösségemért. Üdvözlény Mária! Kegyelem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Botlik roskat szegény tested, nem bírja a nagy keresztet. Földre sújtod, jaj, én voltam, ki oly sokszor elbotoltam. Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Nagy a döbbenet. Alig indult el, és már is elesik. Most, aki néhány napja még betegeket, halottakat támasztott fel, kenyeret szaporított, lám, mi magunk nehézsége mellett, vagy sajnálkozunk rajta. Beszélünk az ő dolgairól, talán még több terhet rakva rá, és magunkra is. Sokszor akaratlanul is hordozunk olyan terheket, amit fölösleges. Keresztje alatt eleső megváltónktól kérjük az egymás terheit hordozó, egymás gondjában terhe hordozásában segítő krisztusi ember lelkületét, hogy türelemmel másokon segít. Hordozzuk az élet keresztjeit. Mi atyánk, mint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Ó, jaj, látod jönni szembe, édes anyád gyötrelemben, ó, csak én is véle járni, Krisztus után, mint az árnyék. Negyedik állomás. Jézus édesanyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Találkozás egy kedves ismerőse, mindig felüdítő az ember számára. Jézus édesanyjával találkozik. Azzal a személlyel, aki az angyali üdvözlet óta folyamatosan megtapasztalta,
hogyha Isten belép az ember életébe, akkor minden megváltozik, minden addigi tervünk másképp alakul. Látja az ő szenvedésektől megtört fiát keresztjét hordozni. Nem mehet közel hozzá, nem simogathatja, mint tettek is korában, de a szeme biztatóan tekint rá és sugallja. Fiam, veled vagyok. Sokszor nekünk sincs szükségünk másra, mint néhány biztató szóra, egy őszinte készfogásra, bátorító ölelésre. Legyünk tudatban mindig, hogy Isten általunk akarja újra és újra kimondani. Ember, veled vagyok. Legyél te is magaddal és velem, hogy igazi életed lehessen. Üdvözlégy, Mária! Kegyelem az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheken meg ünnepelt Jézus. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájánál. Könyörülj rajtunk, Uram! Minni terhet segítségül, itt van Simon Cirelléből, már csak én is bűnös lélek, keresztem megkövetnélek. Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Megváltottad a világot. Ismerjük az irgalmas szamaritánus történetét. Miként mennek el a segítségnyújtás egyetlen jele nélkül a járókelők a bajba jutott ember mellett, és egy idegen segít. Itt is egy idegen ember jön. Nem a tanítványok mennek oda, hanem egy eddig ismeretlen személy, aki eleinte kényszer hatása alatt, majd később önként segít és keresztény lesz. Cirenei Simon példája serkentse minket is arra, hogy merjünk, akarjunk lehajolni embertársunk mellé, aki talán az árokparton fekszik. Forduljunk oda azokhoz, akikkel senki sem törődik, és ne legyünk restek segíteni a másikon. Talán sokszor kellemetlen, könnyebb azt mondani, nincs időm, nincs lehetőségem. A kérdés adott. Valaki segít? Igen, valaki segít. Mi atyánk? Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinkre, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Jámbor asszony siet hozzád, kendőjével törli orcád. Vajon hát én közérdemmel mennyi könnyet töröltem fel? Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Egy ismeretlen asszony lép a színre, akiről eddig nem tesz említést a Szentírás. Egy érző szívű nő, aki ezzel a kis tettével beírja magát az emberiség történelmébe. Kis dolog, de Jézus számára hatalmas segítség. Veronika a törékeny női lélek észreveszi, hogy Jézus az elviselt szenvedések közepette, teljesen kimerülten, még arcát sem tudja megtörölni, és segítségére siet.
a leleményes magát feltaláló ember állomása, a hatodik állomás. Nem a katonákat, nem is Pilátus szídja, hogy mennyire megkínozták Jézust, hanem oda megy, és amit tud, azt megteszi. Látom a problémát, és keresem a megoldást. Ez legyen a mi veronikás hozzáállásunk is. Ne csak a problémát lássuk, hanem keressük a megoldást. Üdvözlégy már! Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Könyörülj rajtunk, Uram! Földre most másod ízben, érted tűrő kegyes Isten, ad én hányszor tantorultam, bűneimbe visszabújtam. Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent keresztet álltam, mert megváltottad. Újra a földön. Nehéz a kereszt, a domboldal meredek. A tömeg hangos, nincsenek ismerős arcok. A súlyos kereszt figyelmeztető hanggal csattan a földön. Jézus ismét elesik. Bűneink keresztje lenyomja a földre, de a szeretete, mellyel bennünket szeret, nem engedi, hogy a földön maradjon, hanem feláll és tovább megy. Tovább megy, mert szeretete megújul, mert tudja, hogy értem megy, hogy én az Atya országába juthassak. Én tudok-e minden szeretetlenség, minden nehézség ellenére is jó szemmel nézni a másik emberre? Tudom-e őt minden rossz szokásával együtt szeretni, elfogadni, vagy inkább kerülöm a vele való kapcsolatot? Jézusom, add, hogy szeretetem megújuljon, és bűneimből újra meg újra felállva járjam életem keresztútját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Sírva jöttök ki elében, Jeruzsálem asszony népe, jaj rám Isten, ami rátok, magatokat sírassátok. Nyolcadik állomás. Jézus találkozik a síró jeruzsálemi asszonyokkal. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mennyire tudunk néha a mások baján siránkozni, jól megbeszélni, kibeszélni mások aktuális problémáját. Talán azért, mert addig sem kell a magunk gondjaival törődni. Nem kell addig a magunk életére gondolni. Jézus a nyolcadik állomásban meghív arra, hogy igazi együttérzéssel legyek embertársaim irányt. Nyissem meg az én szívemet, és legyek együtt vele, nem csak az örömben, nem csak a bajban, hanem sokszor csak úgy. Jól esik a nagyszüleimnek, rokonaimnak, egyedülálló, magára maradt embertársaimnak, ha néha csak úgy spontán meglátogatom őket. Jelzem felé, hogy számíthat rám, hogy együtt érzek vele. Talán sokszor nem is tudok más tenni,
mint vele együtt hallgatni, de ez a hallgatás számára minden beszédnél értékesebb. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az asszonyunk szólsz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Könyörülj rajtunk, Uram! A keresztnek szörnyű terhe, harmadszor is földre verle, ested Atyám szent kegyelmet, hogy a bűnből talpra kelljek. 9. állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Nem az elesés a mi győzelmünk, hanem a felállás. Jézus már erejének végéhez közeledik, ám a küldetés tudat és irántunk érzett szeretete szerelme viszi előre. Tudja, hogy keresztje által ment meg bennünket, és ezért megy tovább. Tudja azt is, hogy ettől még bűnös emberek leszünk, akiket becsap a gonosz, akik újra meg újra felrúgjuk a vele kötött szövetséget, ám ő megy mégis. Sokszor mi is kimondjuk. Többé nem teszem ezt, többé nem segítek azon, ha csak lehet, nem szólok hozzá. Jézus meghív arra, hogy hozzá hasonlóan tudjunk túllátni a sértődöttségeinken, és merjünk jobban szeretni, mégis annak ellenére is. Mi atyánk, a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Tizedik állomás, Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Végre kiért a menet a Golgotára, ahol majd hamarosan megfeszítik Jézust. Ám mielőtt még keresztre feszítenék emberségében, melyet a mi üdvösségünkért vett fel, teljesen megalázzák, levetkőztetik. Mindenét elveszik, amelyet csak volt, utolsó ruháját is. Sokszor egy kis fölösleges dologról is milyen nehéz nekünk lemondani, azt odaadni másoknak. Jézus a 10. állomásnál megtanít a mindet odaadni tudó lelkületre. A viszonzás elvárása nélkül való odaadás lelkületére. Jót tenni jó. Tapasztalhattuk már mi is nem egyszer. Merjünk a viszonzás reménye nélkül is jót tenni. Mindent, amire nincs szükségünk, de olykor azt is odaadni, ha ezzel másokat az üdvösségre kalauzolhatok. Mindenemet? Igen, mindenemet. Üdvözlégy Mária, kegyelem. Az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Könyörülj rajtunk, Uram! Édes Jézus, drága testét, véres fára fölszegezték, mi
sírva áldunk. 11. állomás. Jézust a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Koppan a kalapács, recsen a fa, mindenki feszülten figyel. Jézust hamarosan a magasba emelik, a keresztre felfeszítve. Talán, ha tudták volna, hogy milyen beszédes jel ez a megfeszítés. Jézus karjait kitárva, mint egy belekiáltja a világba, az én fülembe. Átölellek, mert szeretlek. Merjük elhinni, hogy Jézus ma is át akarja ölelni a világot, hogy bele akarja súrni minden ember fülébe ugyanezeket a szavakat. Általam, rajtam keresztül. Én magam kell az ő meghosszabbított keze legyek, és mondjam, éreztessem minden emberrel. Átölellek, mert szeretlek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg igazságtól. Könyörülj rajtunk, Uram! Megváltásunk már betelve, Jézus lelkét kilelte. Újra lélek kegyelméből, kiszakaszt a szerelmétől. Stop. 12. állomás. Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. A szeretet a másikra irányul, nem visszahajlik, nem önmagába görbül, hanem a másikért van. Elfeledkezik önmagáról. Nem önmagára gondol, hanem a másikra, még akkor is, ha olykor nagyon nehéz. Az én eledelem az, hogy atyám akaratát teljesítsem, mondja Jézus. Ő mindvégig szerette az atyát, és benne minket, embereket. És ebbe a szeretetbe képes volt belehalni. Jézus nem önmagára gondol, hanem még ott is bocsánatot és az örök boldogságot kínálja föl. Kínálja a gonosztevőnek, és kínálja nekünk is. Értem, érted, mindannyiunkért vállalta, mert szeret. Engedjük, hogy Jézus megértesse velünk a szerető, szerelmes szenvedés értelmét, hogy megérthessük az ő titkát. Üdvözlény, Mária! Kegyelemmel teljes! Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért. Most és halálunk óráján, amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Kereszt fádról már levesznek, szent szűz szívén pihen tested, már pihennél mindig nálam, tiszta szíved templomában. 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről, és édesanyja ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Édesanyai ölelés. Két kar, mely megtart és átalakít. Mennyi minden benne van ebben a szóban. Egy egész ember minden gondja, öröme, bánata, kívánsága. Máriának már csak ennyi maradt.
fia keresztről levett testét kezébe fogni, és utoljára átölelni. De most sem panaszkodik. Talán halkan ismétli az angyali üdvözlet szavait. Legyen nekem a te igéd szerint, történjék velem szavaid szerint. Legyen meg a te akaratod. Merjünk mi is férfiak és nők, fiatalok és idősek, papok és hívek mindnyájan így, ezzel a lelkülettel odaállni Istenünk elé, és mondani, legyen meg a te akaratod, mert ez adja meg az igazi boldogságunkat, a mennyországot. Mi atyánk, aki a mennyben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Már a szentes sírba téve, olyan metszett szírtörébe, onnan kélve harmadnapra, a lágy pokolt letiporja. 14. állomás. Jézus testét a sírba helyezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. A megváltónak megadják a végtisztességet, hogy harmadnapon szembesüljenek a feltámadással. Mindenkor, minden embere szembesül az elmúlás tényével. És nem könnyű látni szeretteink koporsóját, megásos sírját. Tudjuk, hogy egyszer mindannyiunknak itt kell hagynunk ezt a földi életet, de Jézus sírba tétele és az ő feltámadása reménnyel töltött el. Mi is feltámadunk, és Isten országában, az örök boldogságban örökké élni fogunk. Jézus nem maradt a sírban, a sír üres. Ez kell, hogy legyen a mi legnagyobb reményünk és vigaszunk. Jézusom, bízom benned. Jézusom, vezess el az örök életre. Üdvözlégy, Mária. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Uram, hiszek és remélek, én szeremem, neked élek. Szánom, bánom, minden vétkem, légy az enyém egykor égben. Urunk, végigjártuk a keresztutat, imádkozva lélekben veled egyesülve, de nem felejtve el azt sem, hogy embertársaink nem véletlenül vannak mellettünk földi életünk során, hanem azért, hogy rajtunk keresztül tapasztalják meg a te szeretetedet. Keresztutunk végén azt a kegyelmet kérjük tőled, hogy segíts minket valóban kereszténynek, Krisztusinak lenni, ne csak annak látszani. Tanuljunk tőled, aki példát adtál nekünk a keresztig elmenő szeretetről. Ne csak szavunkkal szeressünk embertársainkat, és hirdessünk téged, hanem mindez tetteinkben is meglátszódjék a te kegyelmeddel, aki élsz és szeretsz, mindörökkön, örökké. Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket. És a kiáltásunk jusson eléd. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
királyi zászló jár elő, keresztfa titka tündökön, melyen az élet hajni szállt, megtörte holt a halált, kegyetlen lándzsa verte át, gonosz vasával oldalát, s mely szennyet védket eltörölt, belőle víz és vér ömölt. Az ősi jóslat itt betelt, mit a hű Dávid énekelt. Az orgalljátok nemzetek, kereszten trón.